Immáron 26 éve minden évben így október vége felé megemlékeznek a KSC Szekszárnál az európai kosárlabdázás elmúlt fél évszázadának egyik, hanem a legnagyobb alakjáról, a horvát Dražen Petrovićról, aki még pályafutása csúcsán autóbalesetben Amerikából hazafelé jövet, már Európában 29 évesen tragikusan elhunyt. A kezdeményező, az ötletadó, a főszervező Harsányi Mária az emléknapon minden évben bemutatja a családtól és másoktól negyed század alatt beszerzett, megkapott Dražen Petrovićsal kapcsolatos relikviáit. Egész nap, amíg lent a parketten utánpótlás torna zajlott, levetítették a kosárlabdázás módszertjaként is elhíresült zseniről, annak pályafutásáról szóló igen tanulságos dokumentum és életrajzi filmet, amit azok is megtekintettek újra, akik ezt már elmondásuk szerint legalább tucatszor látták. Harsi lelkileg is töltekezik azokból a gratulációkból, kapcsolattartásból, amit Dražen családjától, különösen édesanyjától, Peszerkától folyamatosan megkap ezért a rendezvényért. Tényleg erről a sportolóról nagyon jó hallani, és nagyon sok mindent lehet a gyerekeknek is tanulni. Ugye kijárunk Šibenikbe is, Zágrába is, tehát édesanyjával kapcsolatunk van, és ezt szeretnénk őrizni minél tovább. A szokásos módon az U12-es csapattól az U18-as ifikig a női utánpótlás csapatok léptek pályára ezen a napon a szekszárdi városi sportcsarnokban. A meccsek között most is megtartották felolvasásokkal, zenei átkötésekkel ihletett emlékező műsort a diákok, játékosok közreműködésével. Ezután következett a horvát kosaras sportcsarnok előtti emléktáblájának ünnepélyes megkoszorozása és a vele járó gyertyagyújtás. A Dražen Petrovićs emléknap meccse az idén az U18-as KSC Szekszárd Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs bajnoki találkozója volt, ami amolyan presztízs csata is volt egyben. Az emléktorna főszervezőjének napját még boldogabbá tette, a csapatának a vártnál is magabiztosabb 31 pontos győzelme a csak fizikálisan erős, de kosárlabda tudásban, egyéni képzettségben, a jelekből ítélve tőlük elmaradó pécsi akadémiásokkal szemben.